Dávid Istvánék 1995 óta vezetnek éttermet. Az Aranyfácán nevű egységgel kezdték, majd kibővítették a vállalkozásukat két bázisra. Így született meg a Kelecsárda is. Van saját olyan tanulónk is, akiből mesterszakács lett. Van olyanunk, aki külföldön mindenféle étteremben megállja a helyét, és vannak pincértanulóink, szakástanulóink, és ezen belül van a vállalati képzésünk, ahol saját a dolgozókat is képezzük. Jelenleg három tanulójuk van. Ehhez a létszámhoz csatlakoznak szeptemberben az iskolások az új évfolyamokról, akik az étterem többféle szolgáltatásával is megismerkedhetnek. 2000-es évektől kiszállítunk, tehát olyan 24-25 éve menüházhoz szállítással foglalkozunk. A Covid alatt egy picit még jobban felugrott a házhoz szállítási igény, tehát az emberek megszokták a kényelmet egy picit, és ugye nekünk ez nagyon jó, úgymond jól jött, tehát az üzletileg egy picit azon is tudtunk javítani még az üzleti forgalmunkon. Hát körülbelül 4-500 embert látunk a két étteremben egy nap. Feleségével közösen irányítják a céget, energiát és időt nem kímélve. Remek lehetőségnek tartják a diákok foglalkoztatását. Volt a vendéglátásban egy kis pangás, tehát munkaerőhiány alakult ki a különböző okok véget, azt most nem is sorolnám föl. Azon én nagy volt az elvándorlás, és szerettünk volna saját nevelésű szakácsokkal és pincerekkel dolgozni. Innen indult az ötlet, és ez körülbelül, hát ez 20 éve folyamatosan bővült, úgyhogy minden több tanulót képezünk. Sór Zsoltot tanulmányai befejezése után vették fel a Kelecsárdába. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Magyar László Szakképző Iskolában tanult 3 évig. Először cukrászott egyben a szakácsa, és akkor így épült egyre jobban a szakács szakmára, és akkor így tanultam meg a hús előkészítéstől a főzés minden alapját. A duális képzés sok előnyt hordoz magában a munkáltatóknak és munkavállalóknak egyaránt, amit a Kelecsárda, valamint felszolgáló és szakács növendékeik is jól tudnak hasznosítani.